A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója, tisztelettel köszöntelek. Én is, és a kedves nézőket is. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Először is szóba kell, hogy kerüljön az összművészeti fesztivál, ami nagy sikert aratott, itt a királyi napok keretein belül. Aztán ellátogatunk Kolozsvárra, hiszen nemrégiben érkeztetek haza a kolozsvári magyar napokról. Majd kell, hogy szó essék arról is, hogy az új otthont sikerült-e belaknotok, és végül természetesen a jövőbeni tervekről kérdeznélek. Először is akkor egy kicsit összművészeti fesztiválozzunk. Ez egy rendhagyó, de azt hiszem, hogy egy fantasztikus est volt. A nézőink, akik ott jártak, mindannyian azt mondták, hogy ez önmagában a csoda, hiszen valamennyi fajsúlyos székesfehérvári együttes egy este bemutatkozott az Icsi színpadon, tehát én csodaként éltem meg. Igen, ez mindig egy nagyon csodálatos alkalom és lehetőség Székesfehérvár kultúrás intézményeinek, illetve amatőr csoportjaik, akik nagyon magas színvonalon dolgoznak, lásd az Albariga Néptánc együttes. És velük azért mi rendre ilyen összművészeti gála műsorokat szoktunk tartani a Királyok napok alkalmából, ennyiből nem újdonság. De valóban egy nagyon, nagyon értékes és izgalmas produkció jött létre, aminek egy nagyon fontos része volt a Székesfehérvári Balettszínház egy rövid részlete, amit az Egypercesek című legutóbbi bemutatónkból tartottunk, ezzel léptünk mi fel az esten. Nagyszerű volt. Egyébként, kedves nézőink, a Paletta magazinban fogják látni az erről készült összefoglalót. No, menjünk el Kolozsvárra. Mihály Gáborral beszélgettem egyébként itt a Folkfesztivál kapcsán, az Állami Népi Együttes művészeti vezetőjével, aki akkor érkezett meg azon a napon, amikor ti felléptetek Kolozsváron. Ugye ez a Kincses városban 13. alkalommal rendezték meg, ez a Kárpát-medence legnagyobb kulturális programja. Én azt hiszem, önmagában már a meghívás és megerősítés, ugyanakkor azt hiszem, hogy visszatérve jó erre gondolni. Hogy fogadtátok a meghívást, és ugye a fantomfájdalommal jelentkeztetek, miért a fantomfájdalom? Hát több okból. Először is borzasztóan örülünk, ez egy nagyon megtisztelő meghívás. Ez fémjelzi egyfelől a társulatnak a kvalitását, és boldogok voltunk, hogy vihettük Székesfehérvár gazdag kulturális életét, elvihettük határon túlra. Egy érzékeny darabról van szó, egy érzékeny helyszínen, hiszen a fantomfájdalom Trianonnak állít emléket, abszolút ott volt a helye. Egy nagyon meleg fogadtatása volt az estnek, kirobbanó sikert aratott, mondhatom azt. Borzasztóan boldogok voltunk, hogy el tudtuk vinni ezt a darabot. Ugye ez egy órás táncszínházi produkció, nagyon sok alkotó társam munkáját dicséri Kocsák Tibor, aki a zeneszerzője ennek a műnek, Simon László, aki a librettót írta, jó magam a rendező koreográfusa voltam. Nagyon-nagyon boldogok voltunk, hogy képviselni tudtuk a várost, képviselni tudtuk a hazai magyar táncművészetet, úgyhogy, és úgy éltük meg, hogy hazavittük Kolozsvárra a produkciót. Azért beszéljünk erről a darabról, hiszen bár már szó esett róla számtalanszor, de azért elevenítsük fel, hiszen egy nagyváradi és egy fehérvári fiú barátságának a történetéről szól az egész. Fikció, de nagyon is valóságos. Történelmileg hiteles eseményekre épül. Abszolút, abszolút hiteles eseményekre épül. Másfelől pedig ez túlmutat a történet, és ez a történelmi tragédia túlmutat önmagán, hiszen ez egyetemes.
Tehát nagyon sok tragédia történt a világban. Talán ekkora még nem, hiszen hogyha Magyarország határát, bármelyik határát kerül, átlépjük, képletesen szólt, tehát még mindig Magyarországon, vagy volt Magyarországon tartózkodunk, nem ismerek még olyan nemzetet a történelemben, akivel ez a tragédia megtörtént. Ez figyelemfelkeltő lehet a világ többi nemzetei számára is, hogy mit tud művelni a politika egyéni sorsokkal. Nem egy történelmi pannó felállítása volt a célunk, hanem az érzelmekre hatva ez a színház, ez a művészet feladata. Igyekeztünk érzékeltetni azt az egyéni sorsokra kivetülő nemzeti tragédiát. A kortárs táncművészet eszközeivel ez egy kivételes feladat. Mi láttuk a darabot, és már beszámoltunk róla, és szerencsére a forgószínpadon keresztül azért látták az országban jószerivel minden nagyvárosban, ahol színházi városok vannak, és mindenki azt mondta, hogy ez egy olyan újdonság számukra, mert hogy nyilvánvaló, amit említette, hogy Elsimo László és Kocsák Tibor is kitett magáért, hogy ez valóságosan egy kicsit forradalmasította a kortárs táncot, ez a történetmesélés. Hát ez nagyon megtisztel, azt nem tudom, hogy forradalmasította-e a kortárs táncot, de azt gondolom, hogy a legősibb nyelven szóltunk a nézőkhöz, és az a legősibb nyelv, ugye két ősi nyelv van, a legősibb a zene és a tánc, és ez mindenki számára átérezhetővé teszi a drámát. Nem szorul magyarázatra a darab, hiszen a gesztusok által, a mozgás által, a zenével való kapcsolat által, vagy a librettóval való kapcsolat által olyan dolgokat tudtunk kimondani, és itt érzésekről beszélek, amik túlmutatnak a szavakon is. Igen, úgyhogy ez bensőséges volt, és mélységesen emberi. Így van, így van. Egy ízig-véri táncszínházi produkció, ha szabad úgy mondani, összművészeti produkció, hisz a valódi színház az mindig összművészet, hiszen itt még akkor nem beszéltünk a jelmezekről, a díszletekről, a világításról, és meg annyi eszközéről, amivel egy színházi produkció, így a táncszínház is dolgozik. Úgyhogy ez valóban egy összművészeti produkció volt. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt nagyon sok helyre el tudjuk vinni. Szeretnénk is a jövőben játszani idehaza is Fehérváron és más városokban. No, és hát akkor beszéljünk az új otthonotokról. Hát arról ott voltunk, beszámoltunk róla. Én azt hiszem, hogy ez egy hatalmas áttörés. Minden művészeti ágnak otthonra van szüksége, ebben azt hiszem, hogy mindenki egyetért velem. Viszont eddig albérletbe kényszerültetek, amit meg is köszöntél Sinkó Ottónak, a Videóton Holding vezérigazgatónak, tekintve, hogy ők biztosították a Vogue-ban a helyet, de az mégiscsak szűk volt, és az albérlet az soha nem lehet, mondom én, igazi otthon. Igen, ez egy nagyon nagy mérföldkő és előrelépés a működésünk tekintetében. Szakmailag, művészileg, mindenféle szempontból. Tényleg nagyon köszönjük a Videót annak, hogy otthont adott nekünk, majd 4 évig. Ez is egy bérlemény, hiszen a tulajdonos az a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Borzasztóan hálás vagyok, és szavakban nem is tudom kifejezni, talán ezért lettem táncművész, csak a munkánk révén tudom kifejezni hálámat a városvezetés felé, hogy van miről beszélnünk itt most ismét az asztalnál, és jelesen ez a Székesfehérvári Balettszínház. Nagyon nagy érdeme polgármesterünknek, Cserpalkovics Andrásnak, aki az elejétől fogva hitt ebbe, és támogat minket rendületlenül, és többek között azzal, hogy ugye bérli a népfőiskolától ezt a létesítményt, ahol együtt vannak az irodák, a próbaterem, aminek a padlózata úgy van kialakítva, hogy az kell, hogy ne sérüljön a táncos, a gerincük és a lábuk, majd 200 négyzetméteres próbaterem, tehát egy olyan próbateremről beszélünk, ahol bármely táncszínház boldogan tudna dolgozni. Együtt vannak, még egyszer mondom, az irodák, a próbateremmel, ez is megkönnyíti a munkánkat, és hát nagyon nagy köszönettel tartozunk a művészeti, Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolának, személy szerint az ötletgazdának, Elsimo Lászlónak ismét, aki most nem írói minőségében segítette már sokat szóra a mi munkánkat, és Rodi Chesternek, aki az elnöke az alapítványnak. Egyébként Elsimo László a védnöki testület tagja az alapítványnál. Ők ketten nagyon sokat tettek azért, hogy támogassák a Székesfehérvári Balettszínház előmenetelét. És ez az együttműködés, ez az összefogás, ez megint csak példaértékű, hogy egy városvezetés és egy népfőiskola összefognak, összerakják az erejüket,
és támogatnak egy, úgy gondolom, hogy nagyon fontos intézményét a városnak. Igazából álkérdés, de most már valóban otthonra találtatok? Hát igen, abszolút. Tudtuk, hogy ez egy lépcsőzetes építkezés lesz, erről a kezdetektől fogva polgármester úrral beszéltünk, és terveztük. Számomra megint csak nagyon fontos és megsüvegelendő az, hogy egy város létrehoz egy kulturális intézményt, és gazdagítja az egyébként már addig is gazdag kulturális palettáját egy olyan műfajjal, ami nem volt és ismeretlen volt a városban, jelesen a táncszínházzal, és az volt a fontos, hogy legyen mindenek előtt és minden áron legyen, és majd az infrastruktúrát az idők folyamán alá tesszük az intézmény alá, és ez sokat elmond. Igen, hát ez a személyes tapasztalatom is, illetve a fehérvári művészetkedvelők tapasztalata, hogy valóban otthonra talált a táncszínház, a balettszínház Fehérváron. Milyen volt ennek tükrében az elmúlt esztendő, hiszen tudjuk, hogy a Covid-dal terhelt időszakban azért meglehetősen nehéz a művészi csoportok dolga is. Hát a Covid már nagyon mögöttünk van, hát az itt lesz velünk még szerintem, nem is tudom, talán az idők végezetéig. Ez mindig felmerül ez a kérdést, mi akkor se éltük meg, amikor itt volt, mert akkor is dolgoztunk. Nyilván volt egy rövid időszak, bár nekünk hosszúnak tűnt, amikor nem tudtunk a próbaterembe bemenni, de amint be tudtunk menni, mi folyamatosan készülünk és próbálunk. Ugye ez egy olyan munkás műfaj, hogy ezt állandóan újra kell kreálni minden egyes előadásra a darabot, tehát ezt folyamatosan próbálni kell, hisz az ember a testével, ezzel a hangszerrel dolgozik, és azt karban kell tartani. Úgyhogy Covidról mi már nem beszélünk, mert nem akadályozza a mi munkánkat, hál' Istennek. És maradjon is így. Lekopogom a képzeletbeli asztalon, és remélem, hogy ez abban a formában és olyan volumenben nem tér vissza. Annyiból volt csak nehézség, hogy torlódtak a bemutatóink, hiszen amiket a tavalyi évadban nem tudtunk bemutatni az évad elején, azt a tavalyi évad végén, azt a nagyon sok bemutatót egy fél év alatt kellett abszolválnunk. Ez megint csak a nehézség, úgymond előkovácsoltunk a nehézségből, hiszen megerősítette a társulatot, mert egy intenzív munka által nagyon sokat fejlődtek a táncosok, mind művészileg, mind szakmailag, úgyhogy ebből mi pozitívan jöttünk ki, és nagyon komoly, nagyon szép bemutatókat és előadásokat tudtunk tartani. Mely darabok kerültek át az idei évadra, hiszen azt mondják, hogy minden évad, legalábbis a művészeti vezetők vége, a következő kezdete jószerűen. Igen, hiszen repertoárszínház vagyunk, és olyan sok előadásunk nincsen a Vörösmarty Színházba, hogy minden darabunkat és minden bemutatónkat elégszer tudjuk játszani, ezért visszük, görgetjük magunk elé. Úgyhogy most a mostani színházi évadunkban, hát klasszikusan a Diótörőt azzal kezdem, mert azt sokan ismerik és látták, azt megint 5 alkalommal fogjuk játszani decemberben, fogjuk játszani a Fantomfájdalmat, az egyperceseket, az irodalmi témájú estünket, Hattyúk tavát fogjuk játszani, ez az, amit most egyenlőre Székesfehérváron, illetve az Aladint, a gyerekdarabunkat. Ezeket biztos, hogy fogjuk játszani, és 2 hét múlva fogok leülni színházigazgatóval, Szikora Jánossal, és tervezni fogunk, hogy milyen előadásokat tudunk tartani még az évadban. Egy kicsit beszéljünk arról is, hogy nyilván egy kis kitekintés, hova mindenhova fogjátok elvinni ezeket a darabokat, hiszen azt tudjuk, hogy számtalan helyre látogattok el. Igen, hát hagyj kezdjem a legfontosabbból. Ami megint egy mérföldkő a mi életünkben, és egy fokmérője a mi művészi, szakmai kvalitásunknak, szabad így fogalmazni. Hát világhírű emberről beszélek, Jirzsi Kilián személyében, aki meghatározó alakja, most már 40 éve a kortárs táncéletnek, bátran azt mondom, hogy nem az egyik, hanem a legjelentősebb alkotóról beszélünk, hogy a Holland Táncszínháznak a világhírű Niederlanden Theaternek volt a művészeti igazgatója, és ő kizárólag olyan társulatoknak ad darabot, tehát jogot, hogy játsszák a darabjait, akik szakmailag és művészileg olyan magas színvonalon vannak, hogy nem hoznak szégyent az ő darabjaira, és megfelelő szinten tudják interpretálni. Magyarországon ez idáig, és mind a mai napig kizárólag a Magyar Nemzeti Balett tart műsorán 2 Jirzsi Kilián művet. Mi vagyunk a következő, a Székesfehérvári Balett Színház, ez november 30-án lesz a bemutató, ez egy együttműködésnek az eredménye, mégpedig a Nemzeti Táncszínházzal, ez egy közös produkció,
Ott lesz a bemutató a Nemzeti Táncszínházban november 30-án, és amint tudjuk, mielőbb szeretnénk hazahozni Székesfehérvárra. De egyébként megyünk a Nemzeti Színházba október 27-én, tehát nem a Nemzeti Táncszínházba, a Nemzeti Színházba október 27-én az Egypercesek című irodalmi témájú művünkkel, de ezt megelőzően még két előadást tartunk Székesfehérváron, szeptember 12-én Aladdin gyerekdarab, és szeptember 26-án pedig a Hattyúk tavát. Felröppent a hír, és olvastunk is róla, hogy együttműködést kezdeményeztetek, elindult Boban Márkovicssal. Meg is valósult. Meg is valósult. Ez a Művészetek Palotája által szervezett Bartók Fesztivál. Megint csak a tavasz egyik legjelentősebb fesztiválról beszélünk. Ez is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy minket kértek fel. És Boban Márkovicssal régóta tervezünk, Parádé című darabot létrehoztuk. Bemutattuk nagyon nagy sikerrel, két előadást élt meg eddig a Művészetek Palotájában, két teltházas előadást, nagy közönség ováció fogadta. Egy nagyon egységes a zene és a tánc erősen szervesült ebbe a produkcióban. Nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha ezt minél hamarabb el tudnánk hozni Székesfehérvárra is. Úgy szeretném, hogy, mert tudjuk úgy is játszani a darabot, hogy csak hangzóanyagról, tehát a zenekar nélkül, de mégis úgy igazi, hogy a Boban Márkovics zenekarral eljünk. Én bízom benne, hogy jövő nyáron talán erre sor is kerülhet. Igen, hát én is nagyon bízom benne, hiszen Boban Márkovics régi kedvenc, Fehérváron is járt, és azt gondolom, hogy aki az itt járt, akkor megnézte azt a koncertet, és megismerkedhetett vele, az soha nem fogja elfelejteni. Sem őt, sem a fiát, hiszen ez egy csoda csapat ők. Milyen az a darab, amelyet vele koreográfáltatok? Hát ő azt mondaná rá, hogy Mrák, ez az album címe is. Az sötétet jelent, de hát az valami nagyon ütős, hogyha úgy fog. Tehát nem csak arra mondják, hogy sötét, valami nagyon ütős, valami nagyon ott van. Hát ilyen lett a darab. Egy ünnep, a zene és a tánc ünnepe. Van még terv ezen túl? Rengeteg terv van. Rengeteg tervünk van, de azt is látnunk kell és tudomásunk kell vennünk, hogy picit a tempót vissza kell majd fognunk feltehetően, hiszen olyan nehéz idők elé nézünk gazdaságilag, hogy az álmainkat vagy annak a sodrását egy picit vissza kell fogni. Most biztos, hogy az elkövetkező időben a jövő színházi szezonban betervezni csak egy bemutatót tudunk, a forgalmazáson van, tehát a további játszásra helyezzük a hangsúlyt, hiszen van bőven repertoárunk, mert ugye egy mindig előállítása egy színházi produkciónak az mindig ugye többbe kerül, mint a forgalmazás, erre helyezzük a hangsúlyt, szerencsére van hova nyúlnunk, csak legyenek olyan partnerek, akik fogadóképesek és anyagilag is meg tudják engedni maguknak, hogy egy-egy produkciót megvásároljanak. Nagyon bízom benne, hogy ezen az időszakon is, csak úgy, mint a Covid időszakon lehetőleg hamarabb túljutunk, és akkor, ahogy a szakmánkban szokás mondani, show must go on, addig is van mi hova nyúlnunk, rengeteg csodálatos darabunk van, amit tudunk és szeretnénk játszani, és mondom, erre fogjuk helyezni a hangsúlyt. A társulat összetétele az néha-néha változik. Az mindig változik. Egy balettszínház esetében mindig, mindenhol, minden színház, minden táncszínház esetében így nálunk is. Fantasztikus új táncosok érkeztek hozzánk. Most együtt van jó csapat? A csapat mindig nagyon jó, és mindig erősödik. Volt egy ismerősöm, aki például most megnézte aki már háromszor látta a Fantomfájdalmat, most megnézte Kolozsvárot, és lelkendezve jött fel, és mondta, hogy ez volt most a legerősebb előadás. Most tényleg nagyon erős a társulat. Van egy mag, aki azért úgy együtt van, ki a magját jelenti most már évek óta a társulatnak, és körülötte mindig igyekszünk megtalálni olyan fiatal táncművészeket, tehetséges táncművészeket, akik erősítik. És nyilván a beilleszkedés pedig segítik az itt lévők és ti magatok hogyne, is. Hogyne. És akkor most már ilyen értelemben a stáb is teljes, tehát ott megtapasztaltuk az új helyen, hogy egy olyan stáb vesz körül, a vezetés segítendő, akik a táncosokon túl természetesen, akik értik és mindent megtesznek a szakmáért. Igen, hát ott nincs fluktuáció, hál' Istennek, mert jó ideje együtt dolgozunk, nagyon-nagyon komoly munkatárs és nagyon elhivatott munkatársaim vannak, akik szívvel, lélekkel több
munkakörbe és több funkcióba dolgoznak, nagyon kreatívan, és ez nagyon fontos egy kis létszámú társulatnál, vagy egy apparátusnál, hogy kreatívan dolgozzanak. Úgyhogy mindegyikük aranyat ér a társulatnak, ennélkül a háttérmunka nélkül nem tudnánk azt az eredményt felmutatni, amit... Nos, mielőtt megköszönném, hogy megtiszteltél bennünket, mikor láthatjuk a társulatot itt Fejérváron először? Legközelebb szeptember 12-e, ez ifjúsági balett, az Aladdin, aminek Nemes Zsófia a koreográfusa. Ezt már nagy sikerrel játszottuk Fejérváron, szeptember 12, és akkor nem sokkal rá szeptember 26-án a Hattyúk tava, de nem a klasszikus verzió, tehát ha valaki arra gondol, hogy ő már ezt látta akár tévében vagy az operaházban, akkor az ki van pipálva. Ez egy új felfogásban, Csajkovszki örökzöld zenére természetesen, egy kortárs táncszínházi verzió, szerintem egy nagyon izgalmas tánckrimi, ajánlom szeretettel. Ez szeptember 26, és aztán október 27-én a Nemzeti Színházban percről percre. Nos, hát érdeklődéssel várjuk ezt a repertoárt, azt hiszem, hogy minden táncbarát, székesfehérvárit és ide látogatott kielégít. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm a megtisztelő meghívást. Kedves nézőink, a Székesfehérvári Balett Színház múltjáról, szezonjáról és jövőjéről beszélgettünk. Vendégem Egerházi Attila volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.